Steam, Origin, Uplay játékok, akár eredeti áruk töredékéért. Sőt, nálunk akár készpénzzel is fizethetsz. Gamager.com. Eredeti játékok, olcsóbban. Nos hát, sziasztok srácok, én Narancsok, és itt vagyunk újra a GT5-ben. Méghozzá az update-es videóval. Általában GT5-től csak update-es videók vannak. Meg talán egy-két ilyen hülyüléses volt a Deroékkal. Szóval igen, beszéltem mutatni, ahogy szoktam. Ugye volt a Sultánról, volt a Banshee-ról. Banshee-t azt eladtam, az nem tetszik. És ugye most már igazából már kettő is kijött, meg most jelenleg van egy ilyen event is. A 13-ától 18-ig ilyen retro autók vannak, mint például ugye ez az Quattro Audi, csak ugye hát na, nem Audi a márkája. Meg van ez az autó, ez egy ilyen, hát ez egy ilyen sportautó. Nagyon-nagyon tetszenek a hangé, főleg ennek brutál hangja van, ennek megyünk majd utoljára. De ugye, ja, megvettem a Reaper-t, nekem ez úgy nagyon tetszett, ez a Reaper, és ezt vettem meg. Ugye belemegyünk a telefonba, internet, és akkor itt van a Legendary Motorsport, és akkor most jöttek ki ezek, ez a Progen Tirust vettem meg. Van ez az N is, ez a 3 jött be most, de ugye ez elméletileg ez csak 18-áig lesz. Az előző update-ben pedig bejött ez a Pegasus Reaper, ami megvan, a Growth TX80, ez a 770, ez a Jaguar-szerűség, ez pedig a Porsche, na most nem tudom, azt hiszem 918, úgy tudom. Meg kijött ez a Vapid, brutál jó kis kocsi, ja meg ezek is kijöttek, ezek a Rooseveltek, ezeket az egyiket láttátok, hanem akkor mindjárt megmutatom. És elméletileg úgy hallottam, mintha ez lenne a leggyorsabb kocsi, ez a Porsche 918 végsebességre. De nagyon jók. Én imádom, én igazából nem arra megyek, hogy minél gyorsabban menjen nekem. Nekem ilyen nagyon-nagyon-nagyon megy a... Nagyon megyős az autóm, az most a Reaper meg a T20. Mert mindent eladtam, kb. Megbírjuk venni, és akkor itt vannak az olcsóbb kategóriák. Hogy itt van az Obi Omnis, ez van nekem. Ez nekem nem tetszik igazából, nem jól néz ki, ez a Grotti Brios, ez se rossz. Én ezen gondolkoztam, hogy megveszem. Mert ez nagyon jól néz ki, csak látjátok, hogy már kevés a Della. Hát igen, sajnos elég él, megcsökkent a pénz összegünk, ugye most megvettem a céget is, abból összejött egy 3 millió, akkor megvettem most a Reaper-t, akkor alig volt 500 ezrem, és most volt megint 2 millióm, és megvettem ezt az Obey-t, akkor így most lett olyan 1 millióm, és utána pedig az kb. A Lowrider-es kocsijaimnak a 60%-át eladtam, mert igazából nem is használtam őket. Amiket meghasználtam, azok meg megvannak. Na de akkor nem is húzom tovább a szót, akkor a Quattro Audi-ba recsegjünk be. Ugye ez az autó, ez benne van a Dirt Rally-ban is. Nagyon imádom ezt az autót, brutál jól néz ki. Nekem így tetszik, van rá ez a brutál nagy spoiler, mert ez a kisebb. De meg is mutatom nektek, elmegy a tuningolóba. Iszonyatosan jó. Nagyon jó a hangja, eszméletlen. Nagyon jó. Kicsit feljebb veszem a játék hangját, és most nem is fogok beszélni, hanem hallgassátok légy szíves meg az autó hangját, most ki fogok szállni, és figyeljétek! Brutál! Nagyon durva. Ja, meg ugye most vannak ezek a versenyek. Nagyon jól megy az a kis kocsi. Imádom. Nagyon jó. Ezzel fogom csapatni most végig. Meg amikor, nem tudom, hogy olyan, mint a G2-ben tényleg lenne ilyen bemelegedés. Ugye, ha bemelegszik a motor, vagy kipfog, akkor ugye így durrog, meg így jobban visszahörög az autó, mint a valóságban, és tényleg itt is olyan, mert nagyon brutálisan, és egy-két szóból kint van túlon. Nem megy sokat. Hoppá. Azt hiszem olyan 100 köt. Jaj, Mónika! Jaj! Imádok first person módban vezetni. Hát most pont nem látom, mert sötét. Nincsen belül világítás, nincs mi. Ez így néz ki a belsője. Eszméletlen szép lett. És jól megcsinálták. Jaj, világítás, az fölkapcsoljuk.
ugye Xeon lámpa. Brutál, nagyon tetszik. Eszméletlen amúgy ez a játék, még mindig, ami igaz már vagyok 2 éve, de meg játszottam vele csomó, de nagyon tetszik. Ez egy hihetetlenül jól sikerült játék. Ugye most a VR-osok is kint voltak, ugye most az E3-on. És akkor láttam, hogy ott voltak kint a tengerparton, és ott volt mellettük a Vidám Park. Azt ugye ott lehetett látni azt a felhőkarcolót, ami igazából nekem megvan. Ez olyan vicces volt. Majdnem odaírtam, hogy nem messze lakok tőletek, srácok, kapva. Vicces. Nagyon jó. És tök durva, hogy teljesen ugyanaz lett. Ja igen, itt ugye 2 házam van. Itt igazából ebbe a garázsba tárom a drágább kategóriás kocsikat. Mert, ahogy láthatjátok, jó, egyedül a rózsavet az nem drága, de brutál. Na ezt figyeljétek. Na most ez mi volt szerintetek? Brutál. Hát ez eszmélen durva ez az autó. Ez nem gondoltam volna, hogy ilyen a hangja. És nagyon durván nyílik is az ajtó. Egy ajtó. És igazából 2 ajtó. Most nézzétek meg. Itt van ugye hátul motor. Olyan szép az egész kasznia, mint az állat. A kipufogó, a hátulja, a spoiler. Az ajtók, az eleje. A kerekek, a belsej, minden nagyon durva. A belsejt nem én csináltam ilyen automatán. És figyeljétek hangját. Most szerintetek, és... Most ez mi? Úristen, annyira tetszik amúgy az ilyen autó. Aminek olyan jó hangja van és durrog. Nagyon brutálisan tud menni az autó. És annyira irányítható, és annyira de nem jó, annyira nem... Opá, csukodj le testvérem, mert... Úgy. Most nézzétek, hogy bejök ebbe a szűk utcákba. Olyan jó lehet irányítani. És eszméletlen szép hangja van. Na most azt mondom, de... Most ezt melyik kocsival lehetne bevenni itt? Igazából. Fele kicsúszna. Még ha összkerekes lenne ez az állatkocsi. De annyira tetszik. Ezekben amúgy szűk utcákba szoktam itt menni, meg itt küldeni neki, mert amúgy lehet hallani, hogy víz hangzik is, ugye, ahogy mint valóságban is. Bemész például egy alagútba, ugye akkor teljesen más van, hogy az autónak. Meg leszabályoz, még kisebb is domúzatni, de 135 körül megy. És azért ez nem mostani autó, ha bárhogy is nézzük. Nagyon tetszik. Meg azon is gondolkoztam amúgy, srácok, ugye mivel, hoppá, majdnem nem bírok ugye pénzt szerezni, meg egyedül missziózgatni, meg néha saférkkal szoktunk játszani céget, de hát ugye azt sem nagyon csinálom, igazából nincsen mindig kivel játszak, de ugye van a ismerősém közül GTA 5-ös embernek megvan, de nem játszunk, és azon gondolkoztam, hogy csinálnék egy ilyen klubot. És ugye abban, ha szeretnétek, akkor be tudtok csatlakozni, és akkor ilyen, mit tudom én, live-oznánk, mert majd szeretnék live-ot, ha meg lesz már az új tápegység, mert most csak sajnos MTA-ról tudok, mert szerintem azért újraindul a gépem, amint leteszem tárcára meg vissza, mivel sajnos kicsi még a tápegység, és így sok áramot veszel. Nem tud annyit átadni a gépnek. Amennyi kéne, vagyis az alapoknak. És akkor igen. Szóval ezek azért nincsen Chivo Live, azért nincsen mod. Pedig azt is szeretném folytatni, mert lassan meg a 10-es, stb. Szóval igen, szeretnék helyeztezni, missziózni, autóversenyeket csinálni, ilyen playlisteket, veletek játszani. Mert szeretek veletek játszani, főleg ilyen játékokat. Chivo is, meg minden más. Mert szeretem, amikor sokan vagyunk, beszélgetünk, megértjük egymást, stb. Értitek. Én ezeket nagyon szeretem. És brutális még mindig ez az autó. Ez milyen jól megy. És belső nézetben is milyen szép.
most hogy szabályoz, meg ott írja amúgy azt is, hogy ez, hogy mennyi pörög, most nullás a fordulat. Ja nem, ugye 1100 az a lapjárat. És meddig tudom kipörgetni? Hát durván 11000. Eszméletlen. Ez egy elméletileg ez harmadik 110. Jaj! Ki kéne vinni egy valami hosszú szakaszra, ahol igazából hát az autópálya az itt igazából közelebb van. Átosítunk. Levágjuk az utat. Szóval igen, ezt az írjátok meg kommentben, mert ugye több mint 100 ismerősöm van GTA-ben, kb. Olyan 80%-a, 70%-a szerintem játszik is, mert livestreamnek is szokott lenni ember. És azért, hogy játszunk együtt. Gyerek, jel, az igen. Az ott elrepült, az berippeltem. Elférünk ugyan, hát igen. Tele vágja. Na, ide leállunk, majd ide mindjárt jobbra az út szélére. Kiveszem a jelölést. Jó úrról most már, olyan, mint tényleg bele nem melegedni. Kiveszem a jelölést, úgy. A first person mód. Így. Kicsit füstöltetjük a gumát. És megindulunk. Na nézzük, mennyit megy. 137-et mentem vele, az volt a legtöbb. A 120. Nem nagyon akarok kanyarodni. Na? Nem váltasz-e? 11050-re fullon megyek. 130. Lehet dombról, vagy lejtőről lefele. Brutál jól megy. De amint kanyarodok már kicsit, már mindjárt levesz egy 5-6-ot. Sebességéből. De nagyon tetszik. Nagyon jól megy ez az autó. Majd megkígyük. Lejtő lefele. Aha. 134. Hoppá. Szóval nagyon jó. Akinek van pénze, az szerezzen. Vagy akinek nincs, az meg szerezzen és vegye meg. Utána. Na látjátok, már visszadúrodok magát. Most is megnyomom végig. Most nem. Most visszadúrom. Valamikor, nem valamikor. Nagyon tetszik ez az autó, ezzel fogok most szeletelni végig. Szóval srácok, tényleg majd nem sokára lesznek megint G5-ös live-ok. Meg Rocket League, meg mindenfajta visszajön. De sajnos csak most MTA-t tudok live-olni, mert annál nem indul újra. Szóval, igen, elmegyek oda a benzinkútra. Eszméletlen szabad ez a játék. Király. Az lenne, hoppá, kicsit. Meg igazából teljesen jó is lehet vele driftelni. Farolni. Mert egyszer már így körbe fogunk tenni a kocsit. Oda nézzétek. Csak úgy szeleteli. Meg nyomom, csak előre nyomom, és akkor így kikanyarodik a kereke. Csak nyomom előre.
magától. Beállunk. Átmegyünk ezen, átmegyünk, ugye. Szóval srácok, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és azért írjátok meg kommentben véleményedek is, hogy akkor mit szólnátok ez a crew-os dologhoz, meg hogy jönnétek-e velem esetleg videóba helyszíteni, vagy missziózni. És meg akkor erről a crew-os dologról. Szóval akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet, srácok, további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!